Steam, Origin, Uplay játékok, akár eredeti áruk töredékéért. Sőt, nálunk akár készpénzzel is fizethetsz. Gamager.com. Eredeti játékok, olcsóbban. Királyság. Első Premier League mérkőzés Chelsea-Liverpool, és hát nem kerültünk be a kezdő 11-be, de az újrakezdett tréningjeim után úgy gondolom, hogy ez reális, a cserepadról fogjuk végignézni a meccset, amíg be nem állít minket az öreg Jürgen. Premier League szezon első napja. Hello, hello, kérem ne fotózzanak, túl szép vagyok. Ó, és ez a rész volt a demóban, nem? Azt hiszem. Huszonkilences. Csodálatos mez. Ez az idegenbeli zöld. Did they spell your name right, my petit? Jól írták a neveiteket, kisfiúk? Ökles. Na, öltözzetek, srácok! Ennyire ne kalandozzatok el az álmokba. Na, jön az edző kihirdetni a csapatot. Nagyon fontos, hogy az első meccsünket megnyerjük. Dolgozzatok keményen, és jönnek majd a lehetőségek. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. És Walker bekerült a kezdő csapatba, én pedig csere vagyok. Kap be, Walker. Nincs rajtad nyomás, főnök? No pressure at all, mate. Time to make my mark. És nem ad öklöst a buzi. Jó van, öcsém. Jó van. Starters to the tunnel, subs to the bench. That's not how we mean it. Na jó van. Első bajnoki srácok, lányok, szurkoljatok. Remélem Walker rohadt béna lesz. Úgyis a bal szél... De ott van Sturridge a kezdőben, akkor nem is sérült le. Miről beszélünk? Érdekes, érdekes. Lehet, hogy azóta felépült. A fene tudja. De Walker balszélsőt játszik, nem csatárt. Ez is elég fura. A Stamford Bridge. A csapatok érkeznek, hamarosan a közönség már ünnepel. Kispadról beszállva mindig nehéz. Mert nincs sok időnk. És ott van az a buzi Gerett. Irigykedve bámuljuk csodálatos testét. És akkor kezdődik a meccs. Támad a Liverpool. Gerett Walker középre Manénak. Walker visszakapja. Gerett a labdával lő. És megszerzi a vezetést. Gerett Walker a Liverpoolnak. Azért örülünk neki. Hiába volt egy köcsög az öltözőbe, azért megtapsoltuk. De támad a Chelsea. Matic befelé. Matic beteszi. Éden Hazard csavar, és 1-1. Eddig tartott a liverpooli vezetés. Hazaiak kiegyenlítenek. És Jürgen. Jürgen úgy dönt, hogy itt az ideje beküldeni a csoda gyereket. Azaz engem. Ez az. Oltogat a közönség. Ki vagy te? Ki vagy te? Ki vagy te? Majd megmutatom én nektek. Hamar rá fogtok jönni, hogy ki vagyok. Kis buzik. Na gyerünk, mester, küldjön be, készen állok. Gaffer wants you to get after that back four.
Center halves are fading. Use your pace. Get in behind them, right? Mozog be a védők mögé. Készen állsz, haver? Készen állok. Küldjön be, mester. Szép, verem őket. Játsz fegyelmezetten, oké? És így lesz, főnök, így lesz. Na, ki fog lejönni? Hét pont nullás értékelés, gólt kell rugni és nyerni kell. És Garrett Walker jön le. Itt az ideje megmutatni, hogy jobb vagyok, mint ez a fehér ficsúr. Gyerünk, Hunter. És megint szabad rugás, és most saját magammal fogom elvállalni. Külsővel olyat fogok csavarni rajta. Gyerünk, Hunter, mutasd meg, hogy vagány vagy. Még hátrébb kell ebbe az erő. Úgy van, Alex. Alex Hunter neki fut Külivel. Na most már nem bagol a játék, ott az értékelésem. Micsoda lövés volt a srácok. Bassza meg, egy kicsit jobban csapódik lefelé, az nem akármilyen gól. Közben csere, Coutinho jön Bernard helyére. Mondjuk nem értem, miért játszok megint bal szélsőt, de mindegy. Úgy néz ki, a játékot nem érdekli, hogy csatárnak állítottam be magam. Közben Sturridge indítja Stewartot. Bassza meg! Ezt a helyzetet is kihagytam. Na mindegy, jöhet a szöglet. Coutinho, Hunter felé. Hunter csúsztat. Újabb szöglet vagy kirugás? Kirugás, nem sikerült befejezni. Semmi gond, 12 perc van hátra. Annyi idő alatt lőni kell egy gólt. Matic, Fabregas. Fabregas megy el középen, vissza Maticnak, a szélen kapja Willian. Nagyon nem kéne gólt kapni. Willian cselez, bepróbálja adni, Diego Costa fejjel, jó. Ej, rossz a kidobás. Marad a labda a Chelsea-nél. Mi kell? Azpilicueta? Azpilicueta kihazárnak a szélre, Hazard teszi be középre, Matic. Le kéne támadni, srácok. Újjaj, mekkora terület van Willian előtt. Willian cselez befelé, Diego Costa. Éj! Micsoda védés volt a kapustól, és oh, jó, les volt. Hű, bazzeg. Kicsit föl kell kapcsolnom a sebességet, mert kőkeményen szopunk egyelőre. Stewart jól veszi észre a szélen Manét. Mané be középre. Sturridge. Lukás leéva, ki a szél Alex Hunternek, Hunter egy visszacsel, be középre, Lukás leéva próbált fejelni, szöglet. Hiha. Coutinho fogja beívelni a labdát. Coutinho csavarja a hosszúra, Courtois lehúzza. Ájjaj, 9 perc van hátra, közben Lallana érkezik Stewart helyére. Sőt a Chelsea. Diego Costa forgolódik, egyelőre nem tudtam leszerelni, kicsit késett ott a becsúszás, előnyszabály. Matic, Hazard, jó a szerelés. Lukás még mindig, Lukás középre Coutinho-nak, Coutinho lő gól! Philippe Coutinho, 2-1. Deb! Nem látszik a kamerába a debem. Deb! Jaj, megszereztük a vezetést, hát Coutinhoval egyelőre jó vagyok. Alex Hunter ott a szélen nem sok vizet zavar. De azért vezetünk, ez is számít valamit, az értékelésünk följebb is kúszott, már 6,4-es. 7.0 kell ugye ahhoz, hogy az edző elégedett legyen. Megpróbáljuk összehozni. Lukás Leiva a labda mögött. Lallana. Ej, rossz a meglátás. Jöhet a Chelsea. Ha csak nem csinálunk valamit, de csinálunk. Alex Hunter jön befelé, Hunter lő, Alex Hunter, kapufa! Ezt én se hittem el, hogy ebből lesz valami, de csak úgy csattant a felső lécen. Szóval a felső lécen csattant a labda, a játék pedig úgy néz ki, hogy úgy gondolta, ki crash-el megint. Legalábbis nálam megállt a kép, a hangot hallom. Úgyhogy nagyon fasza, ezt a demóba ugyanitt eljátszotta egyébként, tehát úgy néz ki, hogy itt a Chelsea elleni küzdelmet megismételjük. Mindjárt jövök vissza, srácok.
Na hát srácok, akkor újra itt nekiveselkedünk még egyszer, én nem értem, hogy mitől crash-el a játék. 7.0-ás értékelés, egy gólt kell rúgni és meg kell nyerni a meccset. Alex Hunter beáll a második félidőben 1-1-es állásnál Chelsea-Liverpool. Lássuk a medvét, rúgjunk gólt. Még egyszer megpróbálkozom ugyanazzal a szabadrugással. Lássuk, hogy másodszorra sikerül-e, hát ha tanultam valamit az előzőből. Közben itt a Spori fegyelmezi a sorfalat. Gyerünk, Alex. A közönség fújol, ne törődjél velük. Állj be szépen pozícióba. Nagyon jó. És lőd el a labdát, Alex Hunter! Ne is figyeljetek rám! Kezdjük akkor most, mintha mi sem történt volna. Ezután a két ballábas szabadrugás után. Egyébként az volt a probléma, hogy most nem külsővel, hanem a rosszabbik lábával rúgta el a srác valamiért. De mindegy, támad a Chelsea, de szépen szerelünk. Bernard, Alex Hunter, Hunter a széle, Hunter befelé lép kettőt, leteszi Sturridge-nak, aki visszateszi Bernardnak, Bernard, és ott a vezetés. Ennyi gyerekek. Hát, deb. 2-1, Bernard góljával vezetünk. Itt én indítottam az akciót. Nem ilyen szép passzjáték volt. Az értékelésünk pedig csak 6.2-re ment föl, amit elég sértőnek érzek. Tekintve, hogy az én megmozdulásom eredményezte a gólt, de semmi baj. A legfontosabb a 3 pont. Az pedig egyelőre úgy néz ki, hogy megvan, de támad a Chelsea. Diego Costa cselezget, leteszi Mikelnek, Mikel a 16-oson belül Fabregashoz. Felső kapufa kijön onnan Matic fejjel. Elhárul a veszély. Jaj. Kőkemény ez az angol bajnokság, gyerekek. Nincs idő pihenni, a figyelem nem lankadhat. Coutinho teszi ki Hunternek a szélre. Alex Hunter. Hunter kavargat a szélen. Visszafordul, jó a betett labda Coutinho-nak, aki keresi Bernard, keresi Sturridge-ot középen, de nem jut el odáig a bogyó. Jöhet a Chelsea, hosszú előreívelés, és sajnos ember talál Willian előtt terület. Willian megtolja a jobb szélen. Kis meszthúzogatás a védővel, Diego Costa érkezett középre, de a játékvezető visszafújta. Könnyen lehet, hogy gól lett volna, úgyhogy ennek most örülünk. Alex Hunter 6.5-ös értékelésen áll, jön be a labda, jön a kapus is. De Matic fejelt. Jó van, semmi gond, 8 perc van hátra, és egyelőre vezetünk. Csak meg kéne tartani a labdákat, Diego Costa. Megint Willian próbál elmenni a szélen, nagyon él a feka fiú. Azpilicueta kapja meg, Azpilicueta, Diego Costa be tud fordulni, Karius megint mekkorát véd. Hű, baszod. Nyomnak rendesen. Ez nem kétség, Fabregas, Azpilicueta, megpattan a beívelés, Diego Costa leveszi, de Klein tud szerelni, és Lucas már indítja is Alex Huntert, jöhet a kontra, Hunter és Sturridge elől, Hunter, jó az indítás Sturridge-nak, Sturridge kiteszi a szélre Manéhoz, Mané befelé cselez, Mané, jól veszi észre Lallanát középen, Lallana, mit kezd a labdával, beteszi középre, és Istenem, Courtois, hogy védte ezt ki a fiú, jön a szöglet, középre, nem tudunk fejelni, de a kipattanó meg lehet. Klein, Lovrennek, Coutinho, Coutinho a bal szélen, Coutinho lépked befelé, teszi le Sturridge-nak, aki kapásból kapura fordul, de Courtois könnyedén véd, 5 perccel a vége előtt 2-1-re vezetünk. Gary Cahill, hosszú indítás, Pedro felé, de megvan a fejes. Alex Hunter átkerült a másik oldalra, Hunter nem tud lefordulni, hál' Istennek nem vesztettünk értékelést emiatt. De ez a 6.6 még mindig kevés. Matic a szélen, Diego Costa felé, Sakó fejel szépen. Coutinho Manéhoz. Mané keresztlabdája Hunter felé, rossz. John Terry a labdával, majd Diego Costa. Vesztettünk egy kis értékelést, már 6.5-ön állunk. Diego Costa, Matic lő, Diego Costahoz kerül, nem hiszem el, nem hiszem el. Ezt a büdös mákot. Megpattanó labda Diego Costa elé került, és 2-2 a Chelsea-nek. Hát van baj. 3 perc van hátra. Coutinho, gyerünk srácok előre. Alex Hunter vissza Coutinho-nak. Coutinho tovább teszi, kicsit hosszú Lallanának középen. Oscar szerzi meg. Oscar, majd újra Matic. Lucas Leiva próbál zavarni. Jó, ez megvan nekünk. 2 perc.
Gyerünk srácok, Klein, Lallana, Coutinho, ki a szélre, Alex Hunternek, Alex Hunter középen, még mindig Hunter ellövi, megpattan szöglet. Jön befelé a szöglet, tudunk-e fejelni? Tudunk, de Courtois véd a rohadt életbe. Courtois teszi kilaposan, Matic. Matic vágja előre a rohadt életbe, és baj van, mert Pedro megkapja a labdát, nem hiszem el, Pedro! Ilyen nincs. Ilyen nincs, bazd meg. Mi volt ez a gól? Három kettő a Liverpoolnak, ezt nem hiszem el. Lallana. Lucas. Lucas Sturridge! Ott van! Ott van! Három! Három! Mi ez a meccs? Ilyen nincsen. Ez a journey, ez tényleg egy utazás. A megpattanó labdák meccse, 3-3, két gól a hosszabbításban. Lehidalok. 6,7-es értékelés. Hát még mindig nem elég sajnos, de azok után, hogy honnan jöttünk vissza, és még mindig támad a Chelsea, Pedro. Pedro megy el, Pedro a 16-oson belül, tudunk blokkolni. Hunter szerel, 6,8, talán még egy támadás, Lallana, Mané a szélen, gyerünk Mané. 5 perc a hosszabbítás, ez még beleférhet, Mané. Mané középre, Coutinho, Hunter kapja a szélen, rossz a labda átvétel a büdös életbe. Courtois rúgja előre, lefújja a játékvezető, nem, egyelőre nálunk marad a labda, Coutinho, Alex Hunternek, Hunter középre, Sturridgehoz rossz a passz, a rohadt életbe Hunter, még mindig megy a játék, Lucas, Coutinho, Alex Hunter, Hunter beteszi középre Sturridge-nak, Hunter, Hunter a 16-oson belül, kapja vissza Hunter fejjel, de Courtois lehúzza ezt is, és újabb Chelsea kontra, nem hiszem el, a Spori elhagyta a sípját, vagy nem tudom mi a szesz, Diego hozta a jobb szélen, Diego hozta Sakóval, szerelünk, de dobhat a Chelsea, még mindig nincs vége, Diego hozta, bedobja Azpilicuétának, Costa kapja vissza, Willian, elképesztő izgalmak, Willian teszi be középre, jön a kapus és megvan, Karius, lehet-e még egy kontra, Karius indítja Sturridge-ot, de vége, 3-3, hú, hát mik zajlottak itt le, fiúk, lányok a végén? Azt a rohadt életbe. 6,8-as értékelés, ezúttal sem tudtuk egyik követelményt sem teljesíteni. De azért megdicsért minket az edző. Fú, bazd meg. Erős kezdés. Érzelmes nap ez számodra, Alex. Mit jelent neked, hogy Gareth Walkerrel együtt mutatkoztál be? Jó, tudjuk ugye attól függen, hogy hogy válaszolunk. Befolyásolhatjuk a menedzser és a szurkolók véleményét magamról. Hogyha bunkon válaszolunk, tüzesen, erőszakosan, akkor több követőnk lesz, de a menedzser nem fog annyira szeretni. Ha higgadt fejjel válaszolok, akkor a menedzser fog kedvelni, de kevesebb követőm lesz. Hát most mit mondjak? Nem igazán úgy alakult, ahogy megálmodtam. I guess it wasn't quite how we dreamt it when we were kids. I'm pretty sure we were straight partners. Nem így képzeltük el. De nem panaszkodhatunk. Look, it was a lot of fun, no doubt. Jó, szórakoztunk, ez a lényeg. Döntetlent értetek el. Egy pontot szereztetek, vagy kettőt vesztettetek. Csalódott vagyok, ennél jobb csapat vagyunk. We should have come away with a win. In my opinion, we were the better team by far. Mi voltunk a jobb csapat? Hát ennyi. So Alex, you had quite the chance on goal today, but just couldn't quite put it away. Voltak lehetőségeid, Alex, de nem tudtál betalálni. Mit gondolsz erről? Legközelebb belövöm, ennyi. No force. Just have to put that kind of thing to the back of your mind. El kell felejteni, és legközelebb jobb lesz. Thank you, Alex. Köszönjük, Alex. Én is köszönöm. Hú, hát ez egy kőkemény bemutatkozás volt, srácok. Más nem is tudok mondani ezek után. Továbbra is a kispadhoz tartozunk, hát nem csodálom, hogy nem verekedtem be magam a kezdőcsapatba. Végül is alakulhatott volna rosszabbul is, én azt mondom.
És hát innen fogjuk folytatni. Dobjatok egy lájkot, hogyha jól szórakoztatok, és mindenképp mondjátok el a véleményeteket a kommentek között. Hogyha eddig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel, hiszen minden nap jövök legalább egy új videóval, és én még mindig Nessai vagyok, drága pingvinek. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow.